Jó napot kívánok, gondolom tudják, miért vagyok itt. Mostanában történtek dolgok, amiről muszáj beszámolnunk. Önök is észrevették, a csatornáról pár videó eltűnt. Ez csak is azért lehet, mert feltörtek minket, és azokat a videóinkat, amik elég rossz minőségűek, azokat kitörölték. Igazából a Game Geek tagok törölték a videókat, mert úgy ítélték meg, hogy ez nem lesz elég jó. Persze rajtuk kívülálló okok miatt történt ez a hiba, mert nem működött az egyik gépükön a hálózati kártya. Pontosabban nem dobált el az internetet abba az irányba, amiben kellett volna, ahogy live-olnak abba az irányban. Igen, ezért is maradt el a nyereményjáték kisorsolása, majd az új nyereményjáték kihirdetése, amit majd pótlunk. Igen, fura volt, hogy egy másik felületre mentek át, mert ez a Sonic Box nevű felület, ezen live voltak. Igen, ez egy tökéletes felület arra, kevés késéssel és jó minőséggel, csak az volt a baj, hogy sajnálatos okok miatt megszakadt a live, miatt a nyereményjátékhoz odaérhettünk volna. Mármint valószínűleg a tagok direkt szakították meg a live-ot azért, mert hogy akkor ne kelljen kisorsolni a játékot, és ezt elmulasztják. Ezért is vettek föl, hogy ezeket a problémákat én megoldjam, mint szóvívő. Persze nem a tagok tehetnek-e róla, hanem az internet hibája volt. Ezt ki fogjuk küszöbölni, és később kiépítjük a rendszert, amellyel majd sokkal könnyebb live-olnak. Mármint kiépítjük a rendszert, amivel sokkal könnyebben veszik észre, amikor majd live-olnak a tagok. Erre majd csinálunk egy egyezményes képet. Mármint nem csinálunk, hanem már rég kész van ez a kép, amit majd ha megosztunk a Facebookon, hogy a Sonic Box Live is on, akkor a Live is on. Mindegy, hogy Cortez vagy Nezumi csatornáját nézitek, valamelyik biztos akkor bekapcsol. Persze a nyereményjáték során sem feledkeztek el a tagok, bár szerintem igen. Mármint egyáltalán nem, hanem most fogom kisorsolni, mármint eredményt hirdetni, mert ők kurvára nem érnek rá ilyenekre. Mármint ezt szeretnék az egyik legjobban csinálni, csak most épp heti adagot vesznek föl. A játékot a Matehe nevű kommentelő kapta. Nagyon örülünk neki, hogy ezentúl majd 5-3-mal is játszhat, és nyomhatja ezt a Pikachu-s képet, ami van. Majd írja rá a felületünkre, és akkor biztos nem kap választ. Mármint, hogy egybe válaszolni fogunk neki, és megkapja a Dirt 3 nyereményjátékát, gratulálunk neki. Persze az Assassin's Creed Brotherhood beígért játékot sem felejtették el a tagok, egyáltalán nem, csak azért nem beszélnek róla, mert ez nekik kínos, és ezt majd valami más emberük megoldja, akit alig fizetnek. Mármint teljesen normálisan fizetnek mindenkit, és nekik is rendben fizetnek, és minden fizetés megfelelő. Majd az Assassin's Creed Brotherhood játék, mivel láttátok, hogy a Sonic Boxos live alatt nem sikerült kisorsolni, nem is alatta akarták, mármint persze biztos ahhoz köthetően akarták kisorsolni, de ezért most egy kicsit átalakult, mert nem lenne fel azokkal, akik nem sikerült, hogy csatlakozzanak, vagy akik túl sokszor voltak ott, amikor csatlakoztak, ezért Facebookhoz fogjuk kötni ezt a nyereményjátékot, a Game Geek Facebook page lájkolói között fogjuk kisorsolni. Ha már te ebből a lájkkal rendelkezel, ezt gondolom bekereteszted és megvan, mint ahogy nekem is, mert tényleg megvan, és akik továbbra is így tesznek, egy hétig, a következő heti adag megjelenéséig, nem a mostani, hanem a következő heti adag megjelenéséig, azok között sorsolunk ki egy Assassin's Creed Brotherhood nevű PC, persze, hogy PC játékot, úgyhogy ezt fogja nyerni, lájkolásra fel, légy szíves, csináljátok, vagy különben kirúgnak. Amit még beszerettem volna jelenteni, az az, hogy önhibámon kívül jelentkeztem erre, mármint magamtól jelentkeztem erre az állásra, nagyon szeretem, jól fizetnek, és a családomnak is szeretnék üzenni, hogy minden rendben van velem. Kérlek, ti is iratkozzatok föl. Sziasztok!